Először is nagyon szépen köszönjük, hogy beállt a beugrott. Ő egyébként az egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte, film és történelem szakon, és ennek során több fél évet töltött el Németországban, Regensburgban és Tübingenben. Doktori tanulmányait a Budapesti Andrássy Egyetemen kezdte meg, 19 tavaszán védte meg német nyelvű disszertációját, amely a német civilek Szovjetunióba deportálását dolgozta fel Magyarországról 1944 és 1945-ben. Munka magyar nyelven 2020-ban jelent meg a Pécsi Kronosz kiadánál németül, várhatóan viszont jövőre fog a Rebensgori Postet kiadónál. Beáta jelenleg a Pécsi Német Történelem és Kultúra Dél-Kelet-Közép-Európában alapítás tanszék munkatársa. Kutatási területe a magyarországi német kisebbség története mellett a kényszermunka és kényszermigráció formái, illetve a közép-európai emlékezetpolitika a rendszerváltás után. Az előadásának címe már maga sokat mondó, hogy Magyarország testéből az idegen elemeket eltávolítsa. A német származású lakosság Szovjetunióba deportálása a délkelet-magyarországi lokális források tükrében 1944-45. Beáta, még egyszer köszönjük, és akkor, ha felkészült, akkor öné a szó, 19. percnél szólok. Köszönöm szépen, és a bemutatást is nagyon szépen köszönöm. Hát előjáróban én is tisztelettel köszöntök itt mindenkit, aki ilyen úgymond korai órában szombaton velünk van, és most meghallgat engem. Azt előre bocsájtom, hogy én azzal számoltam, hogy Bognár Zalán előttem megtartja az előadását, és ezért nekem egy csomó mindenről nem kell beszélnem, mert majd ő elmondja, hogy a Szovjetunióba hurcolások témájával kapcsolatban. Közben próbálok képernyőt megosztani, egy fél pillanat. Úgyhogy akkor mégis lesz, amit úgy tűnik el kell majd mondanom. Ezt a meglehetősen hosszú címet így a programba vettem észre, hogy talán egy kicsit túlzásba estem, de az idézettel együtt valahogy többet mondott, mint anélkül, úgyhogy ezért utólag is elnézést kérek. Ugye alapvetően az a téma, amiről beszélni fogok, arról azt gondolom, hogy ma már Magyarországon azért elég ismert, nevezetesen, hogy 1944 ősze folyamán a szovjet vörös hadsereg Magyarország, vagy a Kárpát-medence egészét elfoglalta, leszámítva az észak-túli régiót, és 1944. decemberén egy szervezett tömeges deportálási akcióba kezdtek, amelyet az utóbbi időben a köznyelv Málenki robotnak nevez Magyarországon. A téma kutatásáról azért megállapítható, hogy már ténylegesen sokat tudunk róla, illetve arról is, ez az, amit biztos benne, hogy Bognár Zalán el fog mondani, hogy alapvetően időben egymással párhuzamosan itt több deportálás, elhurcolási akcióra került sor, nagyjából tényleg hasonló időben, de hogy ezek között mégis fontos különbséget tenni. Tehát különösen Bognár Zalán kutatásaiból jól ismerjük, hogy mind a keleti ország részben, mind a főváros környékén tömegesen elhurcolt a vörös hadsereg férfiakat, hadifogoly létszám kiegészítés és egyéb stratégiai célokból. Viszont amiről én beszélni fogok, az egy másik akció, nevezetesen ez a német származású civilek, nők és férfiaknak a szervezett Szovjetunióba deportálása. És erről azért hál' Istennek, a nemzetközi kutatásnak hála, viszonylag sokat tudunk szovjet forrásokból, többek között ismert az a rendelet, amely miatt erre az egészre sor került, ez a 7161-es számú Szovjet Állami Védelmi Bizottság határozat, amely 44. december 16-án került kiadásra, és amely rendelkezett arról, mert Sztálin személyesen rendelkezett arról, hogy Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország és Románia területéről a munkaképes életkorú német származású lakosságot deportálja úgynevezett jóvátételi munkára, úgynevezett szovjet gupvi lágerekbe, tehát internált és hadifogoly táborokba. És hát tudjuk, hogy ez a jóvátételi munka, ez alapvetően 1-5 évig terjedő kényszermunkát jelentett. Szovjet forrásokból egyébként létszámadatok is ismertek, bár ezek erősen vitatottak majd Magyarországon.
Szintén tudunk a céllágerekről, tehát meglehetősen sokrétű információnk van egyébként, de ezekre én nem szeretnék most az előadásomban kitérni. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy erre a deportálásra elsősorban a Szovjetunió munkaerő hiányból kerített sor, viszont mivel a szovjet lágerekben annyira embertelen körülmények uralkodtak, hogy az elhurcoltaknak nagyjából egy 30%-a, így ezt becsüljük, az életét vesztette a fogság évei alatt, ezért úgy gondolom, hogy talán nem túlzás, ha azt mondjuk, ez a deportálás egyben a német lakossággal szembeni kollektív megtorlás, büntetés részének is tekinthető. Alapvetően a kutatásaim során ezt a deportálást vizsgálom a mai Magyarországnak a területén, és hát itt több-kevesebb önkénnyel 5 régiót különítettem el, ahol erre úgymond jól kijelölhetően sor került, és amelyről ma beszélni fogok önöknek, az ezek közül egyébként a legkisebb, amit én Békéscsanádnak szoktam nevezni, ugye alapvetően dél-kelet-magyarországi régió. Azért választottam ezt, mert egyrészt itt azért elég komoly kutatási előzményekre lehet támaszkodni, ha erről beszélek, másrészt meglehetősen izgalmas régió, és én azt gondolom, hogy talán ezzel tudom a legjobban illusztrálni azt, hogy egy ilyen lokális mélyfúrás, amit én elvégeztem, tehát alapvetően helyi közigazgatási iratok, meg visszaemlékezések, amivel én dolgoztam, hogy ez egy számos olyan új ismerethez vezethet, vagy akár nem is feltétlenül új ismerethez, de olyanhoz, ami a Málenki robottal kapcsolatos eddigi ismereteinket kiegészíti, vagy árnyalja, esetenként pedig meg is kérdőjelezheti. Jó. Ugye, ha már kutatási előzmények, akkor nagyon röviden kitérnék arra, hogy nyilván ez egy közismert tény, hogy 1990 előtt erről a témáról nemigen volt ildomos se beszélni, se publikálni Magyarországon, illetve a keleti blokkban, mivel hát a politikai vezetés, illetve a cenzúra ezt meggátolta, tekintve, hogy a Szovjetunióra nem vetett volna jó fényt, több tízezer ártatlan embernek az elhurcolása. Viszont az, hogy 100%-os tabusítás történt volna, ez vitatható bizonyos értelemben, erre pont van ebben a régióban is egy nagyon jó példa, hogy az elhurcolásnak az első ismert emlékműve 1952-ben készült Gyulán, a német városi József templomnak a belsőn található ez az emléktábla, amin látjuk ugye, hogy a lágerekben elhunytaknak a neveit közölték tulajdonképpen, vagy örökítették meg. Azt viszont nem tudjuk, hogy erre a hatalom egyáltalán nem tudott, vagy csak egyszerűen ezt a viszonylag rejtett emléktáblát eltűrte, úgymond tolerálta, hogy lehetővé tegye, hogy a gyulai németek ezen a módon úgymond szimbolikusan eltemessék a halottaikat, tehát ezt igazából nem tudjuk. Viszont természetesen ezzel nem vitatni szeretném, hogy ez egy tabu téma volt 1990 előtt, utána viszont meglehetősen hamar megjelentek az első kutatási eredmények, egészen pontosan 1990-ben Erdmann Gyula levéltárosnak a kutatásai az egy könyvformában megjelentek, kiváló gyűjtemény meg kutatás egyébként, ugye egyben források is vannak benne közreadva, illetve interjúkkal ezek kiegészülnek, és egy számos dolog ezáltal rögtön ismerté is vált, sok szerző át is vette. Többek között Erdmann publikálta azt a levelezést, ami a Békés vármegyei vezetés és az ideigleges nemzeti kormány, egész pontosan Erdély Ferenc belügyminiszter között zajlott, amelynek a következményeként 1945. január 5-én, tehát a tulajdonképpen deportálás időszakának az elején Erdély kiadott egy rendeletet, amellyel megpróbálta szabályozni ezt a deportálást, amiről tudjuk, hogy erre igazából neki semmilyen lehetősége nem volt, tehát ez a szovjet félnek abszolút a saját akciója volt, minden esetre tehát egy ilyen intézkedés történt, és ugye ebből tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy a debreceni ideiglenes nemzeti kormány már január elején tudott 1945-ben arról, hogy mi történik, erre majd még vissza fogok térni. És ugye Erdmannnak a munkájában egyben említettem, hogy források is kiadásra kerültek, többek között egy eleki jelentés, ami elég ismerté, meg sokat idézetté vált a kutatásban. Ez a ha csak egy csepp német vér folyik, az erejében német, ezt mondta egy szovjet tiszt. Ez egy annyira sokat mondó idézet, hogy nagyon sok későbbi munka átvette. Szerénységem ezt az idézetet választotta a könyve címé is. Alapvetően ez a régió, amiről beszélünk, Dél-Kelet Magyarországnak neveztem a címben, de nyilván ez egyébként a mostani Magyarország területére nézve helytálló, alapvetően ez egy belső terület volt a trianoni békéig, akkor vált román határterületté 1920-ban, aminek szintén lesz szerepe a deportálás során, úgy gondolom. Amit fontos kiemelni, ez egy multietnikus terület, a magyar többség mellett német kisebbség is él itt, illetve szlovák és román nemzetiség kisebbség szintén.
Az itt élő németség az, ami számunkra most releváns. Ők a 18. századi települések során kerültek ebbe a térségbe. Kiemelhető itt a Harruken családnak a telepítése Gyula és Kért térségében, és ugye innen aztán a német ajkú telepesek kirajzottak még más községekbe is a régióban. És hát ugye a 20. századi statisztikák nyilvánvalóan megmutatják, hogy ezek az emberek még itt voltak, és az identitásukat is többé-kevésbé őrizték. Itt az 1941-es népszámlálásnak néhány adatát emeltem csak ki, konkrétan három település kapcsán, amelyeket majd részletesebben is be akarok mutatni, emiatt esett rájuk a választásom. Illetve, hogy amit nagyon jól megmutatnak ezek a népszámlálási adatok az anyanyelv és nemzetiség vállalásáról, hogy mennyire különböző lehetett akár a németség, mint olyan, mint jelenség, tehát ennek a kisebbségnek a megélése akár egy-egy régión belül is. Itt van nekünk Doboz község, ahol gyakorlatilag senki nem vallja magát se német anyanyelvnek, se német nemzetiségűnek. Itt van Gyula, ahol lehet tudni, hogy alapvetően egy erős német közösség él, többek közt ezt mutatja, hogy külön városrész van róluk elnevezve a német város. Mégis a népszámlálások alkalmával annyira azért nem vállalták ők fel ezt a nem magyar identitásukat. Egyes források szerint ez összefügg egyébként Apor Vilmosnak az egyházi tevékenységével, aki tulajdonképpen arra próbálta őket rábírni vagy meggyőzni, hogy a magyarságuk mellett álljanak ki, azt vállalják fel többek között népszámlálások alkalmával is. Illetve az is összefügg, hogy alapvetően a gyulai németség az egy városi, polgárosult és asszimilálódott közösségnek tekinthető. Harmadik település Elek viszont az, ami úgymond egy ilyen problémás vádfaluként jelenik meg számos forrásban már ebben a korszakban is, és ugye látjuk a statisztikában, hogy itt valóban a közösség jelentős részét, éppen a településnek a többsége vállalja is ezt a németséghez való tartozást. Ez egyébként abban is megnyilvánul, hogy a németségnek azok a szervezetei, amelyek a két világháború közötti időszakban működtek, Eleken rendkívül aktív, vagy aktívak voltak. Ugye ezeknek most a bemutatásától eltekintenék, tegnap Vitár és Zsolt beszélt viszonylag sokat, Volksbildungsverein, főleg Volksbundról és a német ifjúságról. Tehát alapvetően Eleken ezek jelen voltak, néhány más településen is, ugyanakkor Eleket leszámítva máshol azért nem tűntek föl egy ilyen etnikai konfliktus potenciálként, ilyen nagyobb konfliktusok mondjuk más magyarországi régiókkal összehasonlítva, gondolok itt a Dél-Dunántúlra vagy Budapest környékére, nem voltak jellemzőek. Talán egy esetet emelnék ki, hogy egyébként mi az, amit itt ilyen etnikai konfliktusként lehet értelmezni. 1942-ben Eleken történt például egy incidens, hogy egy ismeretlen tettes éjjel a faluházáról lelopta a magyar nemzeti lobogót, amit természetesen kivizsgáltak, és nagyon hamar a helyi német fiatalokat gyanúsították meg ezzel a tettel, és a kihallgatásuk során brutálisan meg is verték őket egyébként. Aztán bizonyítékok hiányában ezt az egész ügyet lezárták, tehát nem sikerült bizonyítani, hogy egyébként nekik ehhez közük van. Tehát ilyennek mondjuk így lehet elképzelni itt ezen a környéken egy ilyen etnikai konfliktust. Nyilván ezen azt szeretném sugallni, hogy az etnikai konfliktus azt jelentette mindig, hogy a németeket verték meg, volt, amikor a németek vertek meg másokat, tehát hogy ilyen alapvetően ilyen helyi szinten azért ezeket a konfliktusokat jól nyomon lehet követni, és hát Elek nem véletlenül vált aztán a Volksbund ellenében megalapított hűségmozgalom egyik fellegvárá, nyilván azért, mivel ebben a régióban ez szerint erre egy a közösségnek, vagy a politikai vezetésnek erre szüksége volt, na de hogy haladjak egy picit. De alapvetően ez a régió az, amit legalábbis a mai Magyarországot tekintve a szovjet front először ért el. Itt a Vörös Hadseregnek a második ukrán frontja Battonyánál lépte át a mai határt szeptember végén 1944-ben, és nagyobb katonai összeütközések nélkül, megint csak más térségekhez viszonyítva, itt néhány hét alatt tulajdonképpen az egész régió a kezükbe került. Ennek azért van a deportálások szempontjából jelentősége, mivel ugye ebből azt látjuk, amikor a deportálást kihirdették, akkor alapvetően a Vörös Hadsereg már rég biztosította ezt a környéket, vagy hát hónapok óta, és talán bizonyos helyismerettel is rendelkeztek már. És hogy elérjek a deportálásokig, vagy hát a Malenki robotokig, ennek az első lépése, amit ismerünk, az alapvetően az volt, hogy a Vörös Hadsereg egy demográfiai felmérés elvégzését kérte december 20-a környékén a helyi magyar előjáróságoktól, amelyben egyrészt arról kértek információkat, tehát a lakosságnak a kor szerinti összetételéről, másrészt az etnikai hovatartozásról, származásról. És valószínű, hogy az, hogy ezek az összeírások elkészültek, az volt az oka annak,
hogy ebben a régióban azért megfigyelhető, hogy a Mellenki robot ténylegesen olyan településeken lett végrehajtva, ahol kisebb-nagyobb német közösségek éltek, még a többi település érintetlenül maradt. Tehát, hogy alapvetően ugye ez egy úgy tekintet, hogy itt egy felkészülés történt. Hogy az összeszedések alapvetően szintén ezeknek az összeírások, a népszámlálásszerű összeírások után kezdődtek meg, amelyről, mint említettem, maga vármegye vezetése nagyon hamar értesült, és egyébként Csige Varga Antal, Békés vármegye alispánja, értesítette is róla rögtön a debreceni ideiglenes nemzeti kormányt, hogy ezt említettem, és itt azért mutatom meg azt a forrást, ami január 2-án készült ezt a jelentést, mert ebben ugye azt is látjuk, hogy rögtön benne van, hogy ezeket az embereket ők már tudták, hogy Oroszországba fogják szállítani. Tehát ugye ez általában azt tartjuk, hogy hát ezt csak a magyar hatóságok senki nem tudta, ez így nem igaz, tehát ezt már január 2-án tudták, és ha azt figyelembe vesszük, hogy az ország többi részén a deportálás általában ennél későbbi időpontban zajlott, akkor azért az ideiglenes nemzeti kormányt emiatt igen komoly felelősség terheli. Nyilván nem azért, hogy nem tanúsítottak ellenállást, de lehet, hogy a tájékoztatás is nagyon sok esetben mondjuk segíthetett volna mind az érintetteknek, mind a helyi magyar hatóságoknak. De ugye erre nem került sor. De nézzük meg, hogy akkor a helyi szinten mi is történt, erre három példát fogok mutatni. Az első már említett Doboz község, amiről említettem, hogy hát ha voltak is ott német származású emberek, de alapvetően ezt az identitásukat már rég feladták a 20. századra. Ugyanakkor itt is listák készültek az emberekről, amikor a szovjet hatóságok elrendelték, hogy akkor itt demográfiai felmérésre van szükség, és Doboz esetén szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy meg is maradtak azok a listák, amit a helyi előjáróság készített, és az benne az érdekes, hogy itt nem is korlátozódott az információ, az általuk adott, kiadott információ arra, amit kértek a szovjet katonák, mert hogy nem csak származásról, meg anyanyelvről van szó benne, hanem ugye itt látjuk, hogy ilyen kis kommentárok vannak, XY azért minősül úgymond németnek, mert részt vett a zsidóüldözésben, vagy orosz ellenes partizánvadász volt, vagy a kocsmájában rendszeresen német katonák szórakoztak. Tehát ugye alapvetően azt látjuk, hogy itt igazából a helyi hatóság túlment azon, amit a szovjet hatóságok tőle kértek, és ilyen dolgoknak a kiemelésével ugye tulajdonképpen alátámasztott, hogy a listán lévők azok olyan problémás elemek, akik kifejezetten kiérdemelték, hogy a szovjetek büntessék meg őket. És hát azért ez egy elég feltűnő eljárás, amire nem nagyon találtam máshol példát, nyilván emiatt is úgy gondoltam, hogy ezt alaposabban érdemes megvizsgálni, és hogy pontosan erre miért kerül sor, ez egyébként így legalábbis egy valószínű magyarázat ki is derül, mivel Dobozon nagyon hamar elkezdenek panaszkodni az érintettek és a családtagjaik. Ebből a legérdekesebb magyarázat az Bódi József, aki egyébként a Dobozi Szociáldemokrata Pártnak a vezetője, szóval az ő panasza, ami rögtön január elején szintén, tehát mielőtt még elszállították volna őt is, meg egyébként a többieket, tehát hogy ő ír egy panaszt, vagy intéz egy panaszt az alispánhoz, mivel hogy ő is rákerült erre a listára annak ellenére, hogy saját megítélése szerint legalábbis ő nem volt német származású, ahogy egyébként a többiek sem a listán, hanem ellenben mindenki, ugye felsorol több nevet egyébként, és azt mondja, hogy az egyetlen közös tulajdonságuk az az, hogy mind a szociáldemokrata pártnak, vagy a tagjai, de legalábbis a támogatói. És ugye, hogy ez igazat mondotta, ez egyébként sajnos megbízható pártlisták hiányában nem igazán ellenőrizhető, de azért ez így sok mindent megmagyarázni látszik, és ugye ezek a vádak azért arra engednek következtetni, hogy Doboz előjárósága ezt a szovjetek általi összeírást egy politikai leszámolásra használta ki, nevezetesen, hogy németként kiadták a szociáldemokratákat a szovjet félnek, és egyébként ezeket az embereket aztán ténylegesen elszállították németként a Szovjetunióba. Mindezt úgy, hogy nyilván a szovjet fél vélhetőleg nem értesült róla, hogy ezek az emberek nem feltétlenül német származásúak. Ezt az esetet nyilván nem lehet egyébként reprezentatívnak tekinteni, hogy ez akkor máshol is tömegesen így történt volna, de arra nagyon jó szerintem, hogy illusztrálja, hogy itt egyébként bizonyos mozgásterek léteztek, és hát ezt nem feltétlenül a legjobb indulattal használták fel itt a különböző személyek, akik részt vettek a deportálásnak a végrehajtásában. Egy másik példa az a már említett Elek község, ugye említettem, hogy itt egy nagy sváb közösségről beszélhetünk, svábot idézőjelben.
Ennek egyébként azzal is kitűnik így a Málenki Robot kutatásban, hogy jelen ismereteink szerint Magyarországon itt volt a legmagasabb azoknak a száma, akiket németként egy településről elvitte. Közel 1000 főt gyűjtöttek össze a szovjetek, néhány nap leforgása alatt is el is szállították őket. De itt készült az a jelentése a helyi főszolgabírónak a főispán számára, amit mint említettem, nagyon sokan idéznek, nem véletlenül, de egyrészt ez egy hosszú, több oldalas jelentés, ami nagyon részletesen beszámol arról a káoszról, ami kialakult ebben a pár napban, arról, hogy a magyar hatóságoknak a közbeavatkozását egyébként mennyire ignorálta a szovjet fél, tehát hogy ők ilyen súlytalanná váltak, és tulajdonképpen minden ellenállási kísérletük hiába valónak bizonyult. Viszont mivel egyrészt egy hosszú dokumentumról van szó, másrészt azért azt gondolom, hogy a kutatásban elég ismert is, ennek az elemzésétől most eltekintenék, mivel valami más az, amit szeretnék megmutatni a legközséggel kapcsolatban. Ugye itt nyilván 1000 embernek az eltávolítása, még akkor is, hogy egy nagy településről beszélünk, meglehetősen drámai hatása volt a továbbiakban. Település lakosságra, itt meglehetősen komoly szociális és gazdasági problémák ütötték fel a fejüket nagyon hamar. Ezzel az első hónapok azzal teltek, hogy ezt valami mód próbálták ellensúlyozni, többek között olyan intézkedésekkel, mint hogy adományt gyűjtöttek az elhurcoltak családtagjának, illetve egy napközi otthonnak nevezett intézményt hoztak létre azoknak a gyerekeknek, akiknek mind a két szülője távol volt. Tehát így bele tudunk gondolni, itt azért mennyire súlyos helyzet alakult ki. Ehhez képest, hát meglehetősen hamar fordult itt igazából, hogy a helyi magyar hatóságok hogyan bántak ezekkel az emberekkel, tehát az elszállítottakkal és a családtagjaikkal. 1945 tavaszán történt az első egyébként országos külügyminisztérium által koordinált olyan akció, hogy megpróbálták valami mód hazahozni az elszállított polgári személyeket, meg nyilván a hadifoglyokat is. Ennek a keretében településenként országszerte összeiratták azokat az embereket, akiket elvittek a szovjet katonák 1944. december 45. januárjában, és nyilván ezt a listát szándékozták átadni a szovjet kormánynak, hogy megpróbálják valami mód elérni, hogy ezeket az embereket engedjék haza. Így áprilisban 1945-ben az Eleki Nemzeti Bizottság is összeült, hogy akkor elkészítse ezt a listát. A hazahozatalra javasolt személyek jegyzékének hívják ők ezt a forrásban, ami már önmagában is sokat mondó, viszont itt nyíltan el is hangzik, hogy természetesen összeírnak itt embereket, viszont azért azt is szem előtt kell tartani, hogy ez egy kiváló lehetőség, hogy a magyarság testéből az idegen elemeket, mármint a németeket, hosszú távon eltávolítsa. És ami még felmerül, és szerintem nagyon izgalmas, hogy itt már 1945 tavaszán vagyunk, mikor új problémák, és tényleg a komplett német kisebbségnek a kezelése erőteljesen átalakul. Szóval itt felmerül, hogy a közismerten jómódú elekis vábságnak az eltávolítása esetlegesen megoldást jelenthet olyan gazdasági problémákra, mint hogy azoknak a gyulai személyeknek a földdel való, földbirtokban való részesítése, akiknek addig nem sikerült ugye földet osztani. És ugye ugyanez a mentalitás érhető tetten egy 1945. júniusi akcióban, amikor szintén próbálnak közben járni az elhurcoltak érdekében, viszont itt már nyíltan ki is mondják, hogy alapvetően nem mindenki, hanem, és most nem olvasnám fel a komplett idézetet, tehát hogy alapvetően demokratikus gondolkodású a kommunista, vagy szociáldemokrata, vagy kisgazda, illetve a hűségmozgalom tagjainak. És itt a számok azok, amik még sokat mondóbbak, ugye említettem, hogy majdnem 1000 főt elvittek, 433 ember főért jártak ténylegesen közre, magyarán szólva, hogy a többi, több mint 500 fő úgymond jó helyen volt így a helyi előjárosok számára a szovjet lágerben. Az utolsó példám az Gyula város lett, ahol említettem, hogy ez egy polgárosodott, asszimiláltabb német közösség volt, mégis több mint 500 főt innen is elvittek a szovjet katonák, ami már akkor tiltakozást váltott ki a magyar hatóságok körében. Ennek egy jellegzetes dokumentumát szeretném még megmutatni, mivel szerintem nagyon sokat mondó az egész országra nézve. De alapvetően ez a január 2-ai jelentése az Alispánnak, amit egyébként már említettem korábban, amiben megírta, hogy ezeket az embereket Oroszországba fogják vinni, tehát hogy ebből ez így kiderül. Viszont mond valami még érdekesebbet szerintem legalábbis, azt, hogy ugye Csige Varga Antal alapvetően azt látja, vagy nagyon helyesen felismeri, hogy itt a teljes ellenállásra nincsen mód, tehát hogy a szovjetek mindenképpen ragaszkodni fognak egy munkás alakulathoz, viszont itt egy nagyon különös ajánlatot tesz, nevezetesen azt javasolja, hogy a magyarsághoz hűséges gyulai németek helyett egy másik csoportot adjanak át a szovjeteknek, akik etnikai, politikai szempontból problémásabbak, nem beszélnek jól magyarul, hűtlenek is akartak lenni a magyar államhoz, vigyék el a gyulai németek helyett a kétegyházi román kisebbséget.
Erre nyilván nem került sor, és a szovjet felett alig, ha érdekelte a magyarországi kisebbségekhez való hozzáállása a magyar államnak, vagy az ő államhűségük, de mégis sokat elárul szerintem ez az idézet a magyarországi tisztségviselők nemzetiségekhez való viszonyulásáról, nevezetesen, hogy volt egy hierarchikus szemlélet tulajdonképpen, és Békésben, tehát a román határon alapvetően a német kisebbség kisebb rossznak számított, mint a hűtlennek tekintett románság. És hogy így tulajdonképpen ugye elkezdjük a előadásomnak. Alapvetően az látható, hogy ebben a délkeleti régióban a deportálás jól dokumentált, viszonylag jól feltárt és feltárható írott dokumentumok tekintetében és egyébként visszaemlékezésekben is, bár erről nem beszéltem most sokat. Amire viszont számos új jelenség mégis kitűnik ezekből a dokumentumokból, számos új mozzanat, illetve hogy bizonyos kérdéseket érdemes lenne újra és újra átgondolni, mivel már a köztudatban is vannak meggyökerezett elképzelések a Málenki robotról, mint témáról, amit nem feltétlenül igazolnak, vagy támasztanak alá a lokális kutatásnak az eredményei. Egyrészt tanulságos a deportálásnak ez a dokumentáció, mert rámutat arra, ami a szovjet fél számára alapvetően releváns volt az egész deportálás során, nevezetesen a német származás, hogy ők német származású embereket kerestek, bőségi faji alapú akcióban gondolkodtak. Ezt nagyon jól illusztrálja az egyetlen csepp német vér idézet, szerintem legalábbis. Mégis se a helyi akkori magyar hatóságok, se a téma mostani kutatói számára sem mindig ez a meghatározó kategória, hanem hogy a helyett az érintett csoport nemzetiségét, anyanyelvét, politikai magatartását vizsgálja, próbálják sokan azt állítani, hogy a németként deportáltak nagy része nem volt német. Ami úgy gondolom, hogy nyilván, tehát nem szeretném azt mondani, hogy a szovjet fél nem önkényeskedett a deportálás folyamán, mert nyilván de viszont azért nagy vonalakban mégis az látszik, hogy ők törekedtek arra, hogy az általuk elvitt személyek egyébként német származásúak legyenek, tehát hogy szelektáltak ebben a régióban és máshol is, még ha ennek az eredménye számunkra nehezen elfogadható is. Viszont ugye keveset esik szó a kutatásban arról, hogy nem csak a szovjet fél önkényeskedett, hanem időnként a magyar is. Legyen szó akár egy olyan politikai leszámolásról, amit dobozon feltételezek, vagy olyan gazdasági, etnikai átrendezési megfontolásokról, amit ereken láthattunk. Ugye felelősség kérdésén nyilván a magyar ideiglenes nemzeti kormány szerepét azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, tekintve, hogy mint láttuk, egy percet kérek még, tehát láttuk, hogy tulajdonképpen tudták, hogy mire megy ki ez a deportálás, mégsem tájékoztatták az embereket. Annak ellenére, hogy nyilván, tehát itt ellenállni nem nagyon lehetett volna, ebben én is biztos vagyok, viszont lehet, hogy a megfelelő tájékoztatás az emberek életeit menthette volna meg, ha jobban fel tudnak készülni. És egy utolsó érdekesség, amit tényleg csak érdekességnek szállok, hogy alapvetően ilyen lokális mélyfúrás egyébként az általunk használt fogalmak újra gondolására is okot adhat. Alapvetően én sokszor mondtam most, hogy Málenki robot, ami ugye arra emlékeztet, hogy átverték az embereket, azt mondták, hogy kis munkára viszik őket, és a helyett lett több éves kényszermunka, tehát ez alapvetően már a magyar közbeszédben is abszolút belekerült ez a fogalom. Viszont helyi szinten nagyon érdekes megnézni, hogy egyébként ebben a régióban felvett interjúban legalább annyiban mondják, hogy nekik megmondták, hogy hova lesznek vívve, mint amennyien azt mondják, hogy nem. Nyilván nekem se nem tisztem, se nem feladatom, főleg itt ebben a maradék mínusz egy percben, hogy megítéljem, hogy akkor most kiemlékezett rosszul, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha alaposabban megnézzük egy-egy régiónak összehasonlítva a helyi forrásait, akkor lehet, hogy arra fogunk jutni, hogy az ismereteink a témáról még sok tekintetben korrekcióra szorulnak. És én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen, Beáta, és akkor ismét kérdezném, kinek lenne kérdése, észrevétele az előadáshoz? Pánnak lenne, ha szabad. Bizony szabad. Igen. Tisztelt mindnyájan. Hát 1944-ben születtem, majd Péter el fogja mondani, de hát az ábrázottomból is lehet tudni. És itt van előttem Frank Tibor, aki itt van előttünk Frank Tibor, aki tegnap hihetetlenül plasztikusan és nagyon bölcsen beszélt arról, hogy a budai vár még az 1960-as években is hogyan nézett ki. Tehát messziről kell kezdenem a történetet. Amikor elém kerülnek doktorhallgatók, akkor azt szoktam nekik mondani, hogy a munkaidéknek az egyharmadában elméleti kérdésekkel foglalkozzanak, egyharmadban olyan releváns történeti munkákat olvassanak, aminek nincsen köze a saját konkrét témájához, és egyharmadban kutassák saját magukat. Tehát ez a
előadás természetesen sok szempontból korrekt volt. De abból a szempontból súlyosan hiányos volt, hogy hiányzott mögőle a kontextus. A nagyon széles kontextus. Eleket mi nagyon jól ismerjük, és ugye engem Pritzbálnak hívnak, tehát engem ne tessenek mondjuk németellenesnek kikiáltani, csak egyszerűen nézem a dolgokat innét is, meg onnét is. A szovjet vörös hadsereg 180 ezer harcosát veszítette Magyarországon, hogy ezt az országot felszabadítsa, és egybe természetesen megszállja. Ha a derék Führer Budapestet nem jelöli ki Festungnak, amit az utolsó pillanatig védeni kell. Tegnap Tibor elmondta, 80 ezer, tessék belegondolni, 80 ezer német katonát ide bezsúboltak a budai várba. Aztán, amikor kitörések vannak, ezt már az Ungári Krisztián megírja, akkor persze szörnyűség volt. De az egész szörnyűség volt. Ha nem mondjuk el azt, hogy a Szovjetunióban nem az az érdekes, kedves Beáta, hogy bennünket átvertek a Málenki robotra, mert egyből megmondták nekik, és az egész közgondolkodást ismertük mi azt, hogy Málenki robot. De lényegében, akik akkor kortársak voltak, és mi már alig vagyunk ilyenek, és hát mi is igazából ezt csak gyermekként ismertük, vagy pirinyóként, mi mentünk oda a Szovjetunióba. Ez nem munkaerőkérdés volt csupán a Szovjetunió számára, hanem egy iszonyúan lepusztított ország volt. Tegnap elhangzott a 25 millió halott. És tegnap én beszéltem éppen a németeknek a szörnyű körülményeiről. De hogyha nem látjuk a dolgot, hogy eddig a pontig igaz, és egy ponton túl nem igaz. Egyfelől, másfelől, ellenben, azonban, mindazonáltal. Akkor sajnos tulajdonképpen problémák lesznek. Ha nem nézzük azt, hogy igazából a trianoni magyar nemzettudat egy mélyen sértett nemzettudat volt. Ebből következően elkezdődött a magyarországi németeknek a nyírása. Úgy tetszik, ugye, stb. De megindult a németeknek a disszimilációs folyamata. Ez a történet, ez a birodalom által befolyásolt történet volt. Nem 42-ben kezdett elő eleken a történet, kedves Beáta. A 20-as években ott már ott voltak a Wandervogelek. Tessék Tilkovszky tanár urat olvasni például. Ugye? Tehát ezeket mind-mind-mind tekintetbe kell venni, és akkor zökkennek igazából a dolguk a helyére, és hogyha még Budapest tényleg, hát most ugye most a kormányzat szerintem eszméletlenül túlerőlteti magát, amikor vissza akarja építeni a várat, miközben egy sor dolgot mondjuk egészségügyben, oktatásügyben rendbe lehetne rakni, de hát lényegében valóban arról van szó, hogy sok szempontból ideológiai szempontok alapján történt ugye a várnak akkor is az újraépítése, és hát ez egy örök történet. Valójában a mai töltet is beállta maga volt, megfelült, megfordult Németországból. Azért ma, hogy mi ennyire érzékenyek vagyunk erre, azért emögött van mégis egy mai magyar-német viszony, és sok minden más, amit ha nem vizsgálunk meg, akkor gyakorlatilag csak úgy oda tapadunk a konkrét tényekhez, hogy akkor valójában másik oldalról kiváltanak olyan indokolatlan indulatokat, amelyeket jobb elkerülni. Tehát például megemlítem azt, hogy a Krausz Tamásak egy vastag dokumentum kötetet közölt arról, hogy milyen szörnyűségeket műveltünk, és ezt én szóvá tettem, hogy ez így nem így van, mert NKVD-s papírokkal ilyesmiket ne akarjunk bizonygatni, akkor azt mondta, hogy én őt megrágalmazom. Én nem rágalmazom meg a Krauszt, és senkit nem szoktam megrágalmazni, csak egyszerűen forráskritika, szélesebb összefüggéseknek a vizsgálata nélkül nem lehet hihetetlenül érzékeny kérdésekben megnyugváshoz jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pani. Beáta, annyit az ő védelmébe már nem hiszem, hogy kell, hogy 20 perce volt. Szóval gyakorlatilag, hogy rámutasson egy olyan multietnikus régión, ahol az ott élő német kisebbség asszimilációs oka településenként eltérő volt. Beáta, szerintem ez egy... Megengedett, Péter? Persze, persze. Néha nézzetek órát is. Igen. Tehát amit itt Bali mondott, az teljesen igaz. Ugyanakkor, bár itt a módszertani problémákban, ugyanakkor jó pár évvel ezelőtt, ugye sajnos a személy halálából következik, Pataki Ferivel volt egy olyan
érdekes beszélgetésünk, amiből az derült ki, hogy összehasonlítottunk 15-20 évvel ezelőtti kandidátusi és PhD, későbbi PhD témákat, és a legújabb PhD témákat. Na most, mert azt állapítottuk meg a Ferivel, hogy olyan óriási a nyomás a jelen pillanatban a PhD hallgatókon az ügyben, hogy a közvetlenül a saját tudományos eredményeiket mutassák be, hogy azok a tanácsok, amiket mondtál, és amivel teljesen egyetértek, és én is ezt javaslom a PhD hallgatóinknak, tehát hogy nagy kontextusba rakják be a dolgukat, ez azzal a konkrét nyomással szemben, amit, hogy mondjam, jobb sorsra érdemes, hogy mondjam, személyek, amikor doktori iskola vezetővé válnak, akkor általában átveszik ezt a őrületet, hogy kifejezetten a partikularitás irányába nyomják a hallgatókat. De én szeretnék magához a témához is hozzászólni, csak ezt... Amit a témához mondanék, az az, hogy én épp az előbb Krausz Tamástól hallottam, hogy amikor a Szovjetuniónak a németek által megszállt területeit ugye felszabadították, akkor ment egy körkérdés a Kreml részéről helyi vezetőkhöz, hogy kikkel és hány emberrel szemben kell hát adminisztratív megtorlást alkalmazni. És az általános tapasztalat, hogy a helyi közigazgatás és a helyi pártszervek mindig több embert javasoltak megbüntetni, mint amennyit az NKVD. Tehát, hogy és minél kisebb városról volt szó, ez annál inkább igaz. Tehát ez egy olyan hajlama, ha úgy tetszik, a közigazgatásban dolgozó embereknek, hogy amikor, hogy mondjam, hirtelen mód nyílik arra, hogy helyi ellentéteket megoldatni valaki másnak a véres kezével, a jelenlévő hölgyekkel tekintetben nem mondom a csalánnal kapcsolatos idevágó kifejezést. Tehát, hogy mással elvégeztetni a piszkos munkát, erre a dologra hajlamosak. De most valószínűleg a magyarországi németekkel szembeni szovjet, illetve későbbi, hát szintén nemzetközi szerződések által meghatározott kitelepítési akciókban valószínűleg legalább annyira jelen vannak azok a etnikai vagy etnicista jellegű gyűlölségek, amelyeket az előző 25 év kemény munkájával furcsa mód maga a Horthy rendszer alapozott meg. Köszönöm szépen. Györke Erzsébet jelentkezett, utána Kalmár Melinda úgy szintén, de tényleg nézzetek órát. Sőt, és majd meg én is szeretnék válaszolni. Így, és akkor arról nem is egy szó, hogy Beáta válaszolna. Sőt, Frank tanár úr is jelezte. Akkor Györke Erzsébet. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok. Taksonyból vagyok, helytörténeti kutatással foglalkozom. Markus Beátának az előadásához gratulálok, nagyon-nagyon sokat tanultam már eddig is tőle, és a Pritz tanár úr, professzor úrnak a hozzászólásából csak annyit szeretnék mondani, hogy nem szorul védelemre Beáta, de 20 perces előadásban kontextus, szóval nem lehet, nem fér bele az időbe. Én egészen biztos vagyok benne, hogy Beáta is, meg én is, mint nem történész, de helytörténeti kutatással foglalkozom 1995 óta. Taksonyból is közel 800 embert elhurcoltak Németországba, 600 embert 46-ban deportáltak, kitelepítettek Németországba. Tehát én nem megvédem a Beátát, hanem gratulálni akarok neki, hogy nagyon sokat lehet tőle tanulni, nagyon sokat tanulunk, de természetesen
ez a mélyen sértett identitás Trianon után, hát ez valahol nem tudott ebbe az előadásba beleférni. Köszönöm szépen, és még egyszer az egész sorozathoz, a tegnapihoz is, meg a maihoz is, minden előadónak tiszta szívből gratulálok. Köszönöm, hogy ilyen sokat tanulhatok most így online. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, és áldott békés karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, kaptam egy üzenetet Kádár Zsuzsától, és ez nagyon megszívlelendő. Figyelemmel méltó összefoglaló jelent meg az idén. A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Ez egy tanulmánykötet. És akkor most Melinda, utána pedig Frank Tibor, és nagyon-nagyon-nagyon sajnos. Ja nem, még volt egy jelentkező. Melinda. Jó, Kalmár Melinda lenne. Na ugye, érdekes témák, érdekes előadás, és mindjárt dőlnek a jelentkezők. Egyetértek Tiszpállal abban, hogy a kontextusok nagyon fontosak. Érdekes módon én viszont láttam, tehát implicit módon érzékeltem kontextusokat, csak másféléket, mint amire Tiszpáll utalt. Az egyébként rendben van, azzal egyetértek. Amire én kontextusként gondolok, implicit módon nekem az volt az előadásban az érdekes, hogy Beáta, amit arra hívta volna fel a figyelmet, hogy a történelmi nagymozgások meg a mikroszintű cselekvések, azok milyen hihetetlenül tudják keresztezni egymást, ugyanis ő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy adott történelmi kihívásra egy adott politikai csoport, helyi csoport hogyan válaszol, és akkor kiderült, hogy itt etnikai, gazdasági és politikai szempontok egyaránt szerepet játszottak abban, ahogy gyakorlatilag ezeket az embereket kiválasztották. Most az etnikai homogenizáció az egész térségre jellemző volt, egyébként minden történelmi nagyszereplő részéről, csak jelzem, tehát, hogy ez ebből a szempontból, ez implicite beleértettem a kontextus is. A másik, ami érdekes, ahogy a szociáldemokratákkal hát eljátszadozott egy helyi térség, tehát fél éven belül egyszerre kiajánlották őket, akár németek voltak, akár nem, amikor pedig fordul a kocka, akkor pedig azon a listán vannak, akiket visszahívnának. Szóval én ezekben impliciten nagyon-nagyon sűrű és bonyolult kontextusokat értettem, amit a Beáta elmondott, és felmerül bennem a kérdés, hogy oké, de kik maradtak? Tehát ezek után, amikor kigolyózták az etnikai ellenfeleket, kirakták a gazdasági ellenfeleket, vélhetően nem az zsellérek voltak a helyi politikai elitben, tehát azt valószínűsítem, hogy alapvetően kisgazda affiliációjú, tehát legminimum kis birtokosok, akik újabb birtokokat tudtak volna így szerezni. A politikai ellenfeleket is, hiszen kirakták a szociáldemokratákat, ha lehetett, vagy vélt szociáldemokratákat. A kérdésem tehát az, hogy Beáta, tudod-e, hogy 45 után, tehát az első 45-ös választásokon leképezte az országos választási arányt a térségnek a politikai képe, vagyis arra akarok utalni, hogy hát itt azok a kisgazdák maradtak lényegében, akik magukat etnikailag magyarnak tartották, akik abban reménykedtek, hogy megnövelik a birtokot, és persze nem számítottak arra, hogy utána hát rájuk is sor kerül nyilvánvalóan. Köszönöm szépen, Frank Tibor. Tibor, próbáld meg bekapcsolni a mikrofont. Én nekem nem biztos, de mindjárt megcsinálom. Nagy sikerült. Most sikerült. Köszönöm szépen. Én csak nagyon személyeset szeretnék a Beátához hozzászólni. Én is mindenben egyetértek Palival ezekkel a nagy tendenciákkal, átfogó keretbehelyezési igényével. Ez több, mint okos. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy aki, mint például én, akinek az unokabátyám jött haza 49-ben a szovjet fogságból, és egész életében utána, azt 76 éves lett, egy pszoriázis nevű nagyon csúnya bőrbetegséggel küzdött, amiért naponta kellett fürdetni, naponta 75 éves koráig. És ezt ott szerezte a teljesen ártatlan, dunántúli sváb ember volt, semmit nem csinált a Szovjetunió ellen. Tehát itt azért nagyon, az orosz tanárom, csak egy, nem akarok ebben hosszan belemenni, az tulajdonképpen német-francia szakos tanár volt, hadifogságban tanult meg, elég jól oroszul, de hát olyan nagyon jól nem,
és rengeteget hallottam ezekből a forrásokból, hogy ott ez hogy zajlott, meg miként volt. Az ember a magyar történelemből azt tanulja, hogy egyik pofon követi a másikat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Attila volt, aki jelentkezett még. Attila megunta a jelentkezést. Köszönöm szépen. Elnézést, Pók Attila vagyok. Én csak azért szólok hozzá, mert egyik opponense voltam az András Egyetemen a Márkus Beáta disszertációjának, és ha valaki kontextusba tesz, és a mikrót a makróval összehasonlította, ez egy nagyon hosszú, nagyon vastag disszertáció volt, akkor ez a Beáta volt, és ott, hát emlékszem, ez talán másfél-két éve, nem emlékszem pontosan mikor volt, tényleg ott egy elég különböző emberekből álló bizottság volt, és mindenki egyértelműen ismeréssel fogadta, éppen ezért a kontextualizálás miatt is. Csak ennyit. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiegészítést. Miután mindenki szólt, Beáta, elvettel. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, nyilván tényleg, hogy figyeltek és követték és reagáltak. De tudom, hogy ez egy olyan téma, ami megosztó, érzékeny, és tényleg mindenki, tehát hozzá vagyok szok, vagy alapvetően kérdések vannak, hozzászólások, és hogy ez az mindenkit sokszor személyes szálakat is érint. Abszolút egyetértek, hogyha én is csak ezt az előadást hallottam volna saját magamtól, akkor valószínűleg én is azt mondtam volna, amit Pitzpál tanár úr. Tehát, hogy nyilván itt valóban egy nagyon komoly kontextusban helyezésre szükség van, amit most lehet hivatkozni arra, hogy írtam egy könyvet, meg erről külön előadást lehet tartani, de hogy nyilván ebben az előadásban valóban lehet, hogy még így is rövid volt az előtörténet, hogy hogyha összenézem, több dián volt az előtörténetről, mint magáról a deportálásról. Tehát itt nyilván a szovjet félnek a hátterét azt valóban fontos kiemelni, hogy alapvetően a források ezt meg is mondják, hogy jóvátételi munka végzését kell elvégezni a lerombolt területeken, ezt tudjuk, hogy valóban ez volt a cél. Mégis azért azt gondolom, hogy ez nem félreismerhető, hogy nem valamely más kísérték, hanem kifejezetten a németek ellen irányul. Tehát, hogyha nem is büntető akció elsősorban, mert én sem gondolom, hogy az lenne, ezt azért azt gondolom, hogy ezt a szempontot nem lehet teljes mértékben kivonni belőle. Mindamellett, hogy azt gondolom, hogy tényleg a magyarországi kutatásban kevesen próbál meg annyira megérteni a szovjet félnek a motivációt, mint amennyire azt én tettem, és nem csak tettesként, tettes áldozat, fekete-fehér ábrázolásba helyezni ezt a történetet. A magyar félnek a motivációt nyilván itt pontosan azt szerettem volna ebbe az előadásba, és ezért választottam három nagyon különböző hátterű területet, vagy hát olyan települést, vagy olyan esettanulmány, amiből azért ez kijön, hogy alapvetően ugyanannak az egységes szovjet parancsnak a végrehajtása nem a szovjet féle múlt, hogy különbözőképpen zajlott, hanem tulajdonképpen itt az előtörtént. Hogy valóban, ugye látszik Gyulán azt, hogy ott valóban ez a Trianon sok, Gyulának a egyrészt a súlyvesztése, ami ezáltal történik, másrészt a románokhoz való közelség földrajzi értelemben, és ott, hogy tulajdonképpen a románokat teszi rosszabbá, és hogy nyilván ezért ajánlják föl őket inkább a polgárosodott asszimilált gyulai németek helye. És ugye eleken meg az látszik, hogy valóban azért ott már meglehetősen komoly háttere vagy története van annak, hogy igen, vannak konfliktusok, meg problémák ezekkel a németekkel, és ugye pont emiatt az történik, hogy tulajdonképpen örülnek, most nem akarom ezt így túlhangsúlyozni, de hogy egy részüket örülnek, hogy nincs ott, ezt nem tudom másképp megfogalmazni, de éppen így nem tesznek érte, hogy hazakerüljenek, és tudjuk, hogy utána is zajlik majd a kollektív alapú megbüntetésük, és ugye éppen ez a deportálás kapcsán is látszik. Vagy hát bízom benne, ezt azért meg tudtam mutatni. És én azért tényleg azt gondolom, hogy nagyobb keretekben vizsgálva, tehát hogy alapvetően nem csak ezt a régiót néztem meg, hanem többek közt azt is, ahonnan én is származom egyébként, ugye ez a Dél-Dunántúl lenne, hogy ezt azért, ha az ember összenézi országos szinten, akkor az látszik, hogy a német származású lakosságnak az elhurcolásában valóban, ahogy el is hangzott, alapvetően a magyar közigazgatásnak igen komoly szerepe volt, hogy ez így tudott tulajdonképpen működni, és itt valóban, ami szintén elhangzott a hozzászólásban, ez a kooperáció tulajdonképpen több másik esemény is megfigyelhető. Most nem akarok tényleg rá célozgatni, hogy 1944-ben már máskor is volt, hogy elvileg egy megszálló hatalom kimozdított származási alapon valakiket, akiket a társadalom idegennek gondol, de hogy alapvetően bizonyos dolgok megismétlődnek 44-45-nek a fordulóján, amikor a németek lesznek azok az idegenek, akiktől meg lehet szabadulni egy deportálási parancsnak a keretében. De ez tényleg már nagyon távolra mutatna, hogy ezt most egy országos szinten beemeljem.
Ami még felmerült, ugye ez a mikro-makro történetnek az összefonódása, ugye Halmer Melindezt említette, abszolút, tehát itt ugye ténylegesen azért az látszik, hogy ez nem csak egy-egy falunak a története, hanem a kontextusba helyezzük, akkor itt azért sokkal komolyabb összefüggések is így előjönnek, mert ennek azért nagyon sok aspektusa volt, és tényleg nem csak annyi, hogy jött a vörös hadsereg és elhurcolt embereket ártatlanul egyik napról a másikra, hanem hogy itt nagyon sok különböző aspektus és motiváció sajnos szerepet tudott abban játszani, hogy mi történt. Megmondom, én azt megálltam egyébként, hogy mi történt legesen 45 után a választások folyamán, ez túlmutatott volna kereteken, de hogy ez egyébként azt gondolom, hogy egy további kutatásnak abszolút témája tud lenni, hogy akár ezt is megvizsgálni több területen egyébként, több régióban, Magyarország területen, hogy ennek milyen kihatása tudott aztán lenni. Tehát azt gondolom, hogy nem, ez megint az, hogy nem egy település történt a releváns, hanem hogy többet össze tudunk nézni abban, néha kijönnek ilyen új gondolatok. És hát nyilván köszönöm szépen Frank Tibor tanár úrnak is a hozzászólását. Nyilván ugye ez valóban, tehát így én nyilván nem vagyok az a korosztály, akinek ilyen értelemben személyes tapasztalata lenne, de hogy ez nem titok, hogy alapvetően mind a kisebbséghez való hozzátartozásom, mind az én családom történetében is volt ilyesmi, tehát nem véletlenül választottam ezt a témát. Tehát én bízom benne, hogy megfelelő empátiával tudom feldolgozni, megfelelő empátiával közelítettem meg, és nem megbántok embereket azzal, amit felszínre hozok, hanem alapvetően visszaadom ezeknek az embereknek azt a történetét, amit 45 évig feledésre ítéltek. Köszönöm szépen. Remélem, válaszoltam. Nagyon szépen köszönjük az előadását is, és a válaszait is.